A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, kedves nézőink, ma egy cégvezető és egy jogász lesz a vendégem egy rendhagyó beszélgetésen. És hogy mitől is rendhagyó? Nos, mert szó esik majd a hétköznapokról, de a beszélgetés fősodrában a vadászat és a gasztronómia, illetve a vadgasztronómia lesz minden szinten. Az alap, hogy a két vendégem sokat tesz azért, hogy a két jó barátunk, Pamingered és Grenyovszky Károly szárnyaljon a különböző vadgasztronómiai és általában gasztronómiai fesztiválokon, és egyáltalán nem mellékesen sikereket érnek el. Ezt majd itt látják, az asztalon van egy csodakupa, ez a legutolsó olyan siker, ami nagy port kavart, illetve azt mondom, hogy erről már ugye beszéltünk. Tehát vendégeim, Reichert Péter jogász, tisztelettel köszöntelek, és Simon László, a Metalfor Kft. Ügyvezetője. Örülök, hogy itt vagy velünk. Köszönöm szépen, üdvözlöm a nézőket. Nos, hát először is beszéljünk a munkájukról, hiszen a későbbi kapcsolódási pontok nyilván szóba kerülnek, de azért fontos, hogy miként döntötték el, honnét született meg ez a barátság, egyrészt az önök barátsága, másrészt pedig a gasztronómia iránti szeretet, de ahhoz viszont ismerjük meg, hogy ki miként választott magának hivatást, hiszen a Metalfor Kft. Színesfém kereskedéssel foglalkozik, és hát ugye ides tovább most már 17 éve működik ez a cég. Honnét jött a gondolat, hogy ezzel építse fel önmagát, és tehát ezzel együtt a céget? Hát nálunk igazából, tehát ez a cégnek a felépítése, ez egy nagyon kis, úgy lehet mondani, egy ilyen 15 négyzetméteres helységből jött létre, és hosszú évek során munkáink és eredményeink kapcsán egy nagyobb vállalkozást alakítottunk ki. Számunkra az elejétől kezdve mindig fontos volt az, hogy a városnak az életében részt vegyünk, és hogyha valami rendezvény volt, vagy valami esemény volt, akkor próbáltunk mindig úgy alakítani az életünket, és úgy viszonyulni itt a város életéhez, hogy mi is egy kicsit hozzákapcsolódjunk ehhez a dologhoz. Tehát ez a szponzorációs tevékenység nyilván, ami fontos. Igen. De ez viszont általában barátságon alapul, ugye? Jó. Igen, barátságon alapul. A Karcsit és az Edét tulajdonképpen, tehát azt lehet mondani, hogy régmúltról ismerem. Az Edével körülbelül ilyen 20-20-valahány éves barátságunk van. A Karcsi egy kicsit később kapcsolódott így be így az életünkbe, de ő is már régóta így részese a baráti körnek. És tulajdonképpen, amit el lehet mondani, a Péterrel viszont úgy találkoztunk. Először szakmai volt a találkozás, és utána a szakmai maradt, csak lett még mellette egy baráti része is ennek a dolognak. És ez nagyon fontos. De nemrégiben úgy fogalmazott, hogy a vállalat biztos és bővülő piaccal, ezt tapasztaljuk mi is, reális és megalapozott fejlődési tervekkel rendelkezik. Ugye ez egy konkrét jövőkép, azt hiszem, hogy akkor ezzel nem is lehet probléma. No, Péter, beszéljünk a jogász pályáról. Ugye én azt mondom, hogy ez nem munka, sokkal inkább hivatása, úgy tetszik. Igen, viszont nem a klasszikus értelembe vett jogi pályát űzöm, ami abból adódik, hogy már korán, amikor a jogi pályával foglalkozni kezdtem, megfogalmazódott bennem, hogy úgy nem szeretnék mindenhez és egyben semmihez sem érteni, úgyhogy valamilyen irányba specializálódni szerettem volna. Adódott egy lehetőség még 2002-ben, nem sokkal az egyetem elvégzését követően,
hogy a környezetvédelmi hatóságnál tudtam elhelyezkedni, és itt a környezetvédelmi joggal, hát mondhatni, közvetlen kapcsolatba kerültem, azt kellett elsajátítanom, és utána alkalmaznom. Majd egy ott eltöltött 6 éves időszak után úgy döntöttem, hogy ügyvédként szeretném folytatni ezt a tevékenységet, és megpróbálni azoknak a cégeknek segíteni, akik környezetvédelmi jogban segítségre szorulnak. Nyilván nem elvtelenül, hanem azoknak, akik tesznek is azért, hogy környezetvédelmi szempontból megfelelően működjenek, de valami miatt fennakadnak azon a hálón, amit mondjuk a hatósági rendszer, adminisztratív kötelezettségek rájuk rónak, és gyakorlatilag nagyon korán, amint ezt az ügyvédi hivatást elkezdtem ezen a speciális területen, kapcsolatba kerültem Lacival, Laci cégével, a Metafor Kft-vel, pontosan egy ilyen apró kis félreértésből adódó, de jól összegubancolódott ügybe, amit szerencsére sikerült a helyén kezelni, és a hatósággal jó kapcsolatot fenntartani, ápolni. És ez az ismerettség, mint ahogy itt az előbb elhangzott, ez lassacskán a munkakapcsolat mellett egyfajta barátsággá alakult. 15 éves múltra tekint vissza a mi együtt töltött munka és baráti kapcsolatunk, és ennek során pont a barátsághoz fűződően már egyéb más dolgok, a szó szerint vett telephelyen kívüli dolgok is egyre inkább kapcsolódtak, ez pedig legtöbbször a gasztronómiához kötődött, tehát mindegyikünk szeret hát enni is, inni is, és főzőcskézni is, és ennek során számtalan alkalommal sok időt töltöttünk együtt, és próbálkoztunk különféle programokon való részvételekkel. Nekem jelen esetben így adódott az a lehetőség, hogy erre a vadászrandevúra a Laci meghívásában én is a csapat része lehettem. Úgyhogy gyakorlatilag így összefoglalva, így tartunk a 2023-as eseménynél. Tehát ebben az értelemben veletek kezdődött minden, ha úgy tetszik, a barátsággal. Igen. Viszont nagyon-nagyon fontos ebben a kérdéskörben a vadászat önmaga. A vadászat az hogy került képbe? Hiszen én azt gondolom, hogy ma már olyan kultúrközeget jelent vadászni, ami nagyon-nagyon fontos, nem csak természetvédelmi értékek mentése égett, hanem sokkal inkább azért, hogy rendkívül szoros barátságok alakulnak ki nyilván. Igen, hát a vadászat az nekem így az életemben az nem olyan régóta van. Maga a kezdet az nem az volt, hogy igazából én először vadászni szeretnék, hanem én részemről szeretem a természetet. Én szeretek kirándulni, bemenni az erdőbe, kicsit leülni, hallgatni a madarakat, állatoknak a hangjait, és egy megnyugvást hoz én nekem az életembe, és ez mellett volt egy olyan része az életemben, hogy barátokkal, ismerősökkel, akikkel találkoztam, ők közöttük volt vadász. És sokszor beszélgettünk, mondták az élményeiket, és ez az élmény, ez tulajdonképpen én bennem egy olyan dolgot váltott ki, hogy szeretném én is kipróbálni, és egy vizsgát tenni, hogy tényleg az ember, amikor kimegy az erdőbe, és leül a lesre, várja az állatot, hogy jöjjön, nem is azért, hogy egyáltalán tett lövési kényszere legyen, hanem már csak az, hogy elcsodálkozzon mondjuk egy kis rókán, ami kergeti a farkát, és pont egy pocoknak a lukja előtt áll, és nézi azt, hogy mikor jön ki, hogy hogyan tudja elkapni. És amikor elkapja, akkor egy olyan örömtáncba kezd, hogy aki ezt az élményt nem látta, még az nem is tudja elképzelni, és akkor így ebben a részben, mivel beszéltek, és sok ilyen élményt meséltek, én rászántam magamat, hogy akkor elmegyek egy tanfolyamra, és levizsgázok. Ez 2019-ben volt, akkor tettem sikeres vadászvizsgát, és amikor vadászvizsgát tettem, akkor utána
tulajdonképpen több olyan emberre összeismerkedtem, akik ugyanígy vadásznak, mint ahogy most már én. Ekkor jött az életembe például egy olyan ember, akivel mai napig is tartjuk a kapcsolatot, és elkezdtünk egy jótékonysági vadászati részvételt a Fejes László barátommal. Találkoztam, és tulajdonképpen akkor volt az, hogy amikor ővele találkoztam, akkor említette, hogy Kápolnás nyéken van egy ilyen lehetőség, van állandóan mindig egy ilyen főzési verseny, ahol meghívásos alapon hívják meg a különböző régiókból a vadásztársakat, és akkor kérdezte meg tőlem, hogy lenne hozzá kedvem. És akkor ez volt az első, hogy utána, miután megismerkedtem vele, akkor lett egy olyan rész, hogy ezen a főzőversenyen elindultunk, és első részében, amikor első alkalom volt, akkor tulajdonképpen ilyen nagy sikerünk nem volt, akkor volt egy kis kihagyás, akkor volt ez a pandémia, akkor egy évet kihagytunk, akkor nem neveztünk be így a főzőversenyre, és akkor azt lehet mondani, hogy következő évben, amikor beneveztünk, akkor megnyertük, és rákövetkező évben harmadikak lettünk, és most megint szerencsésen a szakácsoknak, és igazából tehát mindenkinek, a csapatnak, aki dolgozott, annak a munkájának az eredményeképpen azt lehet mondani, hogy másodszorra is ezt az élményt megéltük, és másodszor is megnyertük a főzőversenyt. Ez Kápolnás nyéken a Lász kastélyban volt. Így van, ez köszönhetően többek között Elsimon Lászlónak, viszont nagyon is jól tudjuk, hogy az országgyűlési képviselők közül is jó néhányan elkötelezettek a vadászat, illetve a vadgasztronómia iránt, hiszen ne feledjük, azért itt a megyében, Kápolnás nyéken kívül is Soponyán van a vadgasztrofesztivál esztendőről esztendőre, ahol általában ott van Nagy István minisztertől kezdve gyakorlatilag a magyar vadászok zöme, ahogy tetszik, a főzőversenyen, és azért ott is vannak sikerek. Viszont tehát akkor a kapcsolódási pont a gasztronómia volt, és a vadgasztronómia. Ez különböző lépcsőkből állt? Vagy ugye a barátság meghozta önmagában azt az alapvetést, hogy aki a gasztronómia iránt érdeklődik, az egy foglalkozzék a vadgasztronómiával is, hiszen ez fontos. Igen, de különösebben nem volt ez cél, hogy valahova eljutni a gasztronómián belül. Elég sok különböző dolgot kipróbáltunk, már ami a gasztronómián belül felmerülhet. A vad gasztronómia az ilyen szempontból egy új a mi kapcsolatunkban. Többször volt már arra lehetőségem, hogy amikor a Laciék vadásztak, akkor közösen sütöttünk, főztünk, meg utána abból készült ételeket együtt kóstoltunk. Tehát van ennek ilyen múltja, de az, hogy konkrétan a vad gasztronómia és annak a speciális hozadéka a fűszerezésbe, egyéb más vonatkozásába, ez egy új dolog volt. Viszont szeretnék egy fél mondatra visszautalni oda az előző témához, hogy gyakorlatilag a vadászat és a cég kapcsolata, ezen gondolkodtam közben, az abból a szempontból nagyon is közel van egymáshoz, hogy amint említette Laci a természet körforgását, és konkrétan a kisróka körforgását mondjuk a saját tengelye körül, ahogy a farkát kergeti, ez nagyon szemléletes kép, hogyha a természet megújulását, a természet fenntarthatóságát és fenntartását vesszük alapul, ahhoz bármilyen távolinak is tűnik, mégis nagyon közel kapcsolódik a Metafor Kft.-nek a tevékenysége. Csak egy pár mondatban szeretném azt megvilágítani, hogy ugye a hulladékgazdálkodás önmagában sokaknak egy ilyen távoli vagy
periféria tevékenységnek tűnhet. Egyre többet hallunk azonban a környezetvédelemről, nem véletlenül, és a körforgásos gazdaságról, gazdálkodásnak az elő térbe helyezéséről, amiben nagyon nagy szerepe van a elkülönítetten gyűjtött különböző anyagok minél nagyobb arányú újrahasznosításra történő előkészítésére. Jelen esetben itt a fémhulladékok kapcsán ezen a telepen például válogatással, aprítással, bálázással olyan hasznosításra kész anyagokat sikerül előállítani, amik aztán egy kész termékként vissza tudnak köszönni, és nem új nyersanyagot kell bevonni abba, hogy abból a hétköznapi használat során készült cikkek legyenek. Ez nagyon fontos dolog, hiszen ugye pont ugyanúgy, mint ahogy a természet, úgy ezek az egyéb természeti erőforrások sem végtelenek, ezért nagyon fontos, hogy ezek a tevékenységeket tudatosan és minél hatékonyabban végezzük, és szerintem ebben nagyon jól kapcsolódik a Metafor Kft. Tevékenysége, sőt, már nem csak a Metafor Kft., hanem igazából egy cégcsoportról beszélhetünk, ami a szállítmányozás részébe is beszállt, nemzetközi szinten is, több országgal ápol kereskedelmi kapcsolatokat, sőt Európán kívül ázsiai kereskedelmi kapcsolata is vannak, és én azt gondolom, hogy ha valakinek van lehetősége így például egy cégcsoporton belül egyrészt egy környezetvédelmi szempontból értékes dologgal úgy profitot termelni, hogy annak egy részét különböző támogatási rendszereken keresztül a rászorulóknak sikerül visszajuttatni, vagy valamilyen módon részt venni úgy és társadalmi szerepvállalás keretében a közösség, a helyi közösség életében, akkor ez mindenképpen egy üdvözlendő tevékenység. Én magam részéről a barátságon túl ezzel a motivációval is kapcsolódtam be, többek között ebbe a rendezvénybe is, és szerintem ementén is fűződik egyre szorosabbra a kapcsolatunk, barátságunk. Tehát ez teli találat, ha úgy tetszik. Mint ahogy az a barátság is, ami megköttetett, és úgy tűnik, hogy örök, ha úgy tetszik, Edével és Grenyovszky Károly barátunkkal. Ez honnét, melyik volt az az első pillanat, amikor eldöntötted, hogy igen, támogatni fogod az ő elképzelésüket, hogy számos olyan gasztronómiai versenyen vesznek részt, mint például ugye a Fishing Hunting, itt van a fődíj, amit már mutattunk, és mi ebben az a plusz, amit kapsz tőlük? Hiszen nyilvánvaló, hogy most már együtt, hiszen a Kft. Nevén megy a csapatnak, de azért ez magának az embernek is pluszt jelent, hogy sikert ér el valamiben, amit ő finanszíroz, illetve segít, és ráadásul tevékenyen részt vesz benne. Hát az első kérdés a válasz szerintem az, hogy az Edével igaz, hogy régi volt a kapcsolat és a Karcsival. Csak ők olyan emberek igazából, tehát hogy van nekik egy életvitelük, különböző rendezvényekre járnak, sok díjat elhoztak, rengeteg érdemük van ebben, és ezt azért, hogy én őket elhívjam és ebben a versenyben részt vegyenek, azért egy párszor így le kellett ülnünk, egy pár olyan baráti órát el kellett tölteni, ameddigre ők azt mondták, hogy tényleg elmeséltem, miről van szó, azt, hogy milyen helyszínen egyéb dolgokat meg kellett nekik magyarázni, hogy ez tényleg egy nívós verseny, és ezáltal miután én elmondtam, hogy ez egy tulajdonképpen egy olyan főzőverseny, ahol nagyon nagy nevek vannak. Tehát Prohászka Béla mester szakácsa az országban egy nagyon elismert név akkor. Ugyanúgy, mint ahogy beszéltünk róla, tehát Simon László, aki fővédnök, akkor az mellett meg annyi országgyűlési képviselőt láttam a beszámolókon, tehát akik szintén, akik számára szintén fontos. Volt akkor igazából a részről, tehát neves
emberek, most nem tudom, hogy kiket felejtettem ki. Ilyen értelemben ez most mindegy. Fontos az, hogy az egymásra találást megerősíti mindig, mert hogy itt tipikusan a részvétel is fontos, de azért nem árt, ha a siker kíséri. És ráadásul azt mondom, hogy zajos siker, hiszen országszerte mindenki és mindenütt olvashatja a beszámolókat. Igen, és a másik részről viszont az, hogy tehát most a főzőversenyt nem akarjuk megszakítani. Igaz, hogy az edének mindig az a mottójuk és az a szlogenjük, hogy mivel megnyertük már ezt a főzőversenyt, egyszer voltunk harmadikak velük, most az idejében megint megnyertük, az a szlogenjük nekik, hogy Lacikám, ezt a csúcson kell abba hagyni. És vagy három is, a magyar igazság, nem? Hát, vagy három a magyar igazság, és igazából tehát az van, hogy most is, amikor beszélgettem velük, akkor én azt mondtam nekik, hogy figyeljetek, ez egy olyan dolog, hogy a sportban és az életben lehet megnyerni különböző versenyeket, eseményeket. Ha egyszer megnyered, akkor mindenki nagyon örülnek, és mindenki boldog. Ha kétszer megnyered, akkor még boldogabb vagy, és hogyha ezt folyamatában más nem tudja tovább csinálni, vagy nem tudja ezt megcsinálni, amit te csináltál, akkor viszont úgy gondolom, hogy ezzel be tudod írni magad a történelembe. És ezért én úgy gondolom, hogy az edélyeknek is ezen a kápolnásnyéki versenyen részt kell venni, vagy hát rá kell őket beszélni, meg kell őket győzni, hogy részt vegyenek, ami szerintem sikerülni fog, hogy továbbra is ebben az élményben mindegyünknek részese legyünk, és mindegyünk még egyszer ezt átélhesse, ami most volt. Történjék így, én azt mondom, hogy ez nagyon-nagyon fontos lépcsőfok, nem csak a harmadik győzelem okán, hiszen ez egyrészt gondolom megerősíti a barátságot, másrészt pedig azt az elkötelezettséget is, amellyel a cég segít abban, hogy a vadgasztronómia további teret kapjon, mármint a köznép, a köznapi emberek számára is elérhetővé váljék. Köszönöm szépen! Én azt hiszem, hogy a jövőképetek tiszta és világos, ehhez kívánok én erőt, egészséget, jó munkát továbbra is, és hát nyilván a barátainknak, Paminger Edének és Grenyovszky Karcsinak is további fejlődési lehetőséget, hiszen én azt mondom, hogy a gasztronómiában a határ a csillagoség. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltetek. Nagyon szépen köszönjük mi is. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, nagyon sok mindenről esett szó, a legfontosabb, hogy a vadgasztronómia tovább él és virul, ebben a megyében is köszönhetően támogató szervezeteknek, illetve két fantasztikus szakásnak, Paminger Edének és Grenyovszky Károlynak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk ugyanebben az időpontban, ugyanitt rövidesen, viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.